Kedves nézőink, Magyar Györgyöt köszöntöm, ügyvédet, a Civil Választási Bizottság elnökét. Jó reggelt kívánok, üdvözöllek! Jó reggelt kívánok! Két téma van, ami foglalkoztat engem most. Kezdjük a uniós népszavazás, elindul, mégsem indul el, gyűjtünk aláírás, nem gyűjtünk aláírás kérdésével. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire hasznos ez az ötlet, már csak azért is, mert mi történik akkor, feltételezve, de meg nem engedve, hogy ezt jogász nyelven szokták volt mondogatni, hogy összegyűjtik az aláírást, kiírják a népszavazást, de nem megy el kellő létszámú ember. Ezek mind-mind jelenthetnek-e politikai vagy jogi problémát? Hát láthattuk, hogy különböző érvrendszerek léteznek, és ha ezt a témát fölvetjük, akkor lehet érvelni amellett is, hogy hú, de jó lenne, mert biztonságos, és lehet érvelni amellett, hogy veszélyes, mert ahogy te is mondottad, helyesen, ha nem mennek el kellően, kellő létszámban, akkor ez vissza is üthet, és kontraproduktívá válhat. A probléma azzal van, hogy fölvetődik. Megítélésem szerint az ellenzék nincs abban a helyzetben, hogy ezt a nyilvánosság előtt megvívja ennek a szükségességét. Helyesebb lett volna, és határozottan jelentem ki, ha ezt a kulisszák mögött megegyeznek egymással, és utána előállnak, mint közös javaslattal, vagy állnak elő, mint közös javaslattal, és nem ezt látja a közönség, hogy széthúznak, és az hozzáállásuk ilyen értelemben ellentétes. Én azt gondolom, hogy a népszavazás, mint gyönyörű, szép, demokratikus intézmény megérdemli azt, hogy kellőképpen átgondolják, megérdemli azt, hogy a következményeivel előre számot vessenek, és nem szabad ilyen ad hoc módon bedobni egy témát, majd az egyik ellenzéki párt ellenzi, a másik nevetségesé teszi, a harmadik pedig azt mondja, hogy akkor majd én beadom, ha ti nem hagyjátok. Na most ennek az üzenete megítélésem szerint rendkívül ellentéte, és ezáltal azt látja, hogy az ellenzék nem egységes, hanem mindenki legyen a saját. Tehát ebből az ügyből azt a tanulságot vonnám le, hogy tessék kérem minden ilyen politikai megnyilvánulást előre jól átgondolni, közös álláspontot kell alakítani, és utána a nyilvánosság elé állni, nem pedig fordítva, mert ha fordítva csinálják, akkor az üzenete negatív. Akár azt is lehet mondani, hogy az ellenzék azt szokta nyilatkozni, hogy a népszavazás intézményét a különböző beépített gátakkal üressé tette a kormány. De ha jól veszem ki a szavaidból, meg az általad elmondott következtetésekből, egy ilyen akcióval az ellenzék is tökéletesen ugyanezt teszi. Tehát nem adják meg azt gondolom, hogy lejáratás. Igen? Gondolom, hogy lejárató az, hogyha nincs egyeztetett álláspont, és valószínűsíthetően a kormánypárt malmára hagyja a vizet, ha egy ilyen előkészítetlen most viszünk föl. Való igaz, a jogszabályok nagyon beszűkítették ennek lehetőségét. Lásd csodát, amikor szüksége volt a hatalomnak a népszavazás intézményére, akkor pillanatok alatt döntést hozott, a rendeleti kormányzás lehetőséget teremtett arra. Emlékezz vissza, hogy a választás napján lehetett népszavazni országosan arról, hogy homofób, nem homofób, ki az anya, ki az apa, mi lesz a gyerekek nem változtatásával. Tehát én azt gondolom, hogy a hatalom ezt is a saját érdekkörére forgatta, ezért az ellenzéknek erre a hibás tartalomra nem szabad felülni. Ez egy akna, amiben normálisan nem lépnek bele, hanem elkerülik, és vagy, ahogy mondtam az előbb, jól előkészített politikai akciót kezdeményeznek. Ez az üzenet így nem jött be. Jól előkészített politikai akciókról beszéltél. Nem kéne esetleg javasolni az ellenzéknek, hogy mondjuk olyan az emberek életét mindennapjai befolyásoló dolgokra reagáljanak, arra koncentráljanak, mint például itt van a benzinár sapka kérdése, hogyan, miként
járulnak hozzá a kormány döntések ahhoz, hogy kijátsszák az emberek ezeket. Egyáltalán az egész rendszernek a kritikáját nem kellene inkább ezzel foglalkozni az ellenzéknek? Én azt gondolom, hogy nagyon helyes a felvetésed, mi civilek próbálkozunk is ilyen megnyilvánulásokkal, a pártok azonban, megmondom egészen őszintén, itt is azt mutatják, hogy kicsit önfejűen, kicsit sovén módon saját érdekkörükben gondolkoznak, a választó pedig nem ezt várja tőlük. A választó tudomásul vette nem nagy örömmel, hogy április 3-án az ellenzéki közösség leszerepelt. Éppen ezért azt várják tőlük, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor az életviszonyaikat nagyon fontos körülmények befolyásolják, akkor az ellenzéknek megint legyen egységes álláspontja, és vagy mutasson irány. Az nem megoldás, hogy 2000 ember kimegy az Erzsébet hídra, elfoglalja a villamospályát, és azt mondja, hogy mi katások nem örülünk ennek változtatásnak, mert nem volt előkészítve. Teljesen igazuk van, de így ez sem lesz hatékony. Tehát ezért mondottam azt, hogy az egységes fellépést, és ahogy te helyesen mondod, a napi életviszonyokkal való törődést, és az alternatíva megmutatása, az lenne az ellenzék közös feladata. Nem elég azt mondani, hogy a hatalom nem képes kormányozni, nem elég azt mondani, hogy Orbán Viktornak ilyen értelemben tanácsokat kéne adni, de nem fogadja meg őket, sokkal inkább a megoldás felé kell elmozdulni. És azt mondom, ugyanúgy a pandémiánál, Péter. Az emberek nem buták, az emberek átlátják a saját érdekükben, mit kell tenni. Azt mondják neki, hogy tessék spórolni, mert végesek az eszközeink, és nem igen fog olaj jönni több, mint amennyire számítani lehetett, meg egyáltalán a villanyal is tessék kérek takarékoskodni, ezt ők megértik, tessék őket értelmes módon meggyőzni arról, hogy változtassanak a szokásaikon, nem pedig olyan jogot alkotni, hogy akinek céges autója van, annak mert menekülnie kell a céges autótól, nem olyat, hogy akkor a mezőgazdasági termékek nem fognak eljutni kellő helyre és kellő időben, vissza lehet élni, mert 600 liter tud tankolni egy mezőgazdasági gép, amit otthon majd lefejtenek és külön értékelnek a két ár közötti különbséget, ha leleményes magyarok kihasználják, sokkal inkább olyan jellegű megtevékenységre lenne szükség, ami egységes. Mert gondoljunk bele, született egy jogszabály, hogy a taxisokra például nem vonatkozik ez a benzinnel kapcsolatos hatósági áron kívüli költségszámítás. És akkor jelentkeznek a vállalkozók, de kérem szépen, hát én is a gépkocsimmal keresem a pénzemet, engem még nem tetszik privilegizálni? Hát ez az, ami nem megy. A társadalmat megosztó, a társadalmat megzavaró, a társadalmat ilyen értelemben nem kellőképpen orientáló intézkedés, visszaütnek, de sajnos az ellenzéki oldal és az elégedetlenkedők ezt nem tudják artikulálni. A jogszabályalkotás abszurd, ezekkel a kivételekkel, ezekkel a különlegességekkel. Ha az egyik zsebemből beteszem, a másik zsebemből átteszem, azt mondja a miniszter, hogy természetesen majd a központi gépkocsik, az állami gépkocsik is a drágább üzemanyagot fogják használni, hát igen, hát csak ők nem fizetnek érte, mert benzinjegyeik vannak, és bónjaik vannak, amiket beváltanak a MOL kutaknál, következésképpen teljesen mindegy az ő részükről, hogy 700 forintot fizetnek egy literért, vagy 500 forintot fizetnek egy literért. Tehát ezek az úgynevezett össze-vissza kivételek, eljutunk odáig, hogy senkinek nincs bizalma. És Péter, most mondom ennek a következményét. A bizalmatlanság kihat az inflációra, a bizalmatlanság kihat a nemzetközi kereskedelemre, exportra, importra, és teljes mértékben kihat az euró és a dollár forint árfolyamának változására. Mert bizonytalanság van, jogbizonytalanság van, kezelhetetlen szituációk keletkeznek, ami által a visszaérés szerint működés fog dominálni, ami gerjeszti az inflációt megítélésem szerint, és rontja a forint erősségét és esélyeit. A bizalmatlanságról beszéltél, ez a mindennapokban is leszűrődhet. Én kérdezem, mondjuk akár azzal, hogy feszültséget szíthatunk azok között, akik átlagfogyasztók, és azok között, őket szembe lehet állítani azokkal, akik
valamivel, valamivel kisebb, nagyobb mértékben az átlagfogyasztás fölött fogyasztanak áramot, gázt, és lehet-e rájuk mutogatni, hogy látjátok, látjátok, miattuk van minden ez az egész? Gazdasági életben, amikor az állam kényszer beavatkozni a gazdasági folyamatokba, egy alapvető fogalmat elfelejt mi hatalmunk. Úgy hívják kompenzációnak. A kompenzáció meglehetősen alkalmas lenne arra, hogy a rászorultak kapjanak kedvezményeket, és aki erre nem szorul rá, az pedig ne élvezze. Ugyanolyan, mint az egységes nyugdíjemelés, Péter. Ugyanolyan, mint hogy egy kalap alá veszünk és fűnyírószerűen rendelkezünk. Való igaz, a nyugdíjas néni a hatalmas belmagasságú lakásában magasat fog fizetni akkor is, hogyha nem növeli a fogyasztását. És azoknak, akiknek minden elektromos árammal vagy gázzal működik, másképp fog megjelenni ez az ársapka, illetőleg ez a kalkuláció. Én megértem, hogy nehéz helyzetben van minden ország és minden gazdasági vezető, mert meg kell találni az optimumot. De az optimum megtalálásához két fontos dolog van. Meggyőződésem szerint ezt öregembertől hallgassátok meg ezt a tanácsot. Egy, előre konzultálni kell, az érdekképviseletek véleményét ki kell kérni, nem belerohanni a jogszabályváltoztatásokba, és utána toldozgatni, foldozgatni, mert megint oda jutunk, hogy bizalmatlanság, jogbizonytalanság, és ennél rosszabb nincs a gazdaságra se, meg az emberek lelkéletére vonatkoztathatóan se. Azt olvastam a hétvégén, hogy a Balatonnál gondok lehetnek, vagy gondok voltak, az üzemanyag ellátása. Most téged, mint kiküldött tudósítót alkalmazunk, aki a Balatonnál van, valóban így volt ez? Te mit tapasztaltál? Hát és Siófok vonatkozásában tudok beszámolni arról, hogy itt az egyébként 25 ezeres lélekszámú város, ilyenkor a turizmusból fakadóan 100 ezeresre dagadt, és igen értelemben a turisták, a különböző helyről érkezők tankolni akarnak, amit természetesen a korlátozott szállításokból fakadóan ellátási zavarokat keletkeztet, és való igaz, hogy itt egy-egy benzinkutaknak korlátozni kellett a felhasználhatóságát és eladhatóságát, sorba kellett állni, volt egy-két nap, amikor nem lehetett teljes mértékben hozzáférni, panaszkodtak környékbeliek, hogy három helyre mentek, három helyről tudtak tankolni. Én azt gondolom, hogy ez valahol érthető, mert erre nem lehet felkészülni, és a szállításnak is a logisztikáját át kell alakítani, de tudomásul kell venni a kérdésed rendkívül indokolt, hogy egy balatoni turizmus, egy balatoni forgalom megváltoztatja az igénypontokat, a fogyasztói szokásokat, ehhez kell tudni alkalmazkodni, de ebben a nehéz helyzetben ez nagyon nehéz lesz. És én azt gondolom, hogy most a szerencsétlen benzinkutasokra is olyan teher hárul, hogy vizsgálni kell, hogy cégautó, nem cégautó, külföldi rendszám, magyar rendszám, hány liter tankolt, tankolt-e már, vagy holnap még nem tankolhat, következésképpen olyan terheket kaptak, amit megítélésem szerint megint a kompenzáció oldana meg, és nem ez az össze-vissza adminisztratív fáradtér. Fenyegetve vannak az emberek, nem a nyugodt életüket élik, azért jönnek nyaralni, hogy kipihenjék az éves fáradalmakat, és nem azért, hogy további indokolatlan feszültségbe keletkezzenek. Utolsó kérdés, dolgom van mondjuk Nyíregyházáról elmegyek Szombathelyre. Akkor az több, mint egy tankbenzin. Akkor hogyan tartja és miként tarthatja nyilván az említett üzemanyag forgalmazó, hogy én már tankoltam? Tehát ő csak megnézheti a forgalmit, magyar forgalmi, magánszemély nevén van, nem cégautó. Ő valamit be kell még, hogy rögzítsen az én adatomat? Hát ezt mondom, mert nincsenek teljes körülön felkészülve. Be lehet kapcsolni a NAV-ot ebbe a kérdéskörbe, a központi adminisztráció nyilvánvalóan nem működik cégek és cégek között, tehát más egy ÖMFO útnál tankolni, más egy MOL útnál tankolni. Erre mondottam én azt, hogy az egységes megoldás lenne a jó, és az, hogy takarékoskodni kell, azt mindenki tudomásul veszi. Aki nem képes eljutni egyik helyről a másik helyre, az vagy hajóra száll, kérlek szépen, átmegy a Balaton túloldalára, vagy vonattal közlekedik, vagy valami kiegészítő szolgáltatást vesz igénybe, autót cserél, mint régen lovat cseréltek. Mindenképpen van megoldási lehetőség,
Ám de nem szabad ezt az üzemanyag forgalmazókra állítani, és nem szabad a lakosságot olyan helyzetbe hozni, hogy teljesen bizonytalanul indul útnak. Nem tudhatja, hogy hol fogy el az üzemanyag, és nem tudja, hogy tudja ezt valahogy is pótolni. Innen kezdve jön a fekete gazdaság, innen kezdve jönnek a rossz gondolatok, és nem pedig az, hogy az emberek alkalmazkodnak a takarékossághoz, odafigyelnek arra, hogy megné legyen a fogyasztásuk, de ha nem rajtuk múlik, hanem a központi hatalom befolyásolja a gondolkodásukat, akkor meglátásom szerint nem előre, hanem hátra megyünk. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy legközelebb, ha találkozunk akár Skype-on, akár személyesen, olyas valamit javasolnék kibeszélni, hogy mondjuk milyen őszre számít a civil választási bizottság, és milyen javaslatokkal próbáltok előállni. Ha ez megfelel, akkor folytassuk jövő héten, jó? Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Igen, a civilek ezen a hétvégén is tartanak megbeszéléseket. Arra gondolnak, hogy a pártok mellett nekik is komoly politikai aktivitást kell mutatni őszre, mert óriási az igény. Erről fogunk jövő héten beszélni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm.